mindenki itt van. Szinte még a kupolában vannak érdeklődők. De nem akarnak jönni? Jó. Pedig kiváló előadás lesz. A Lovejoy istökös magyarországi szakértője, Sárnszky Krisztián fog nekünk most előadni. Amint a beharangozásból lehet tudni, meg az emlékeink is vannak azért az egész decemberi hisztériával kapcsolatban. Ez egy fantasztikus égi látogató volt, amiből mi nem láttunk szinte semmit, csak az interneten ezt, azt, amazt. Emlékszem, hogy egy szombati vagy vasárnapi délután, kora délután itt folyattam ki a szememet a fényes nappal égen amatőrtársaival. Együtt próbáltuk a szép derült eget kihasználni, de sajnos semmi nem látszok a nap közelében az üstökösből. Úgyhogy de már látszik is a háttérben ez a híres ezós felvétel, ami egyébként a Meteor februári számában is azt középen kihagyható módon tanulmányozható. Egy kiváló cikkel, amit Sárnszky Krisztián írt. Én közben átadom a szót, és kimegyek intézkedni. Viszlát! Jó éjszakát kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kiszámú, de annál lelkesebb hallgatóságot. Tulajdonképpen egy órán keresztül némiképp hazudozni fogok, mert hogy valójában ebből az üstökösből én semmit nem láttam, tehát csak mindenféle mellékes információim vannak. Itt a teremben egyetlen egy olyan valaki van, aki látta ezt az üstököst, de ő ne tegye fel a kezét, mert egy verés azért kilátásban van neki, hiszen ez alapján, a kép alapján ezek a nagy ilyen olajtároló dobozok, ezek 8 méteres távcsövek, ezek alapján lehet látni, hogy nagyjából megint milyen üstökösről maradtunk le. Én már 1997 óta, 15 éve nem látszott rendes üstökös Magyarország egén, most sem. Ugye ez az előadás, bár a címében nem derült ki, valójában egy két részes előadás folyam, előadás sorozat, egy előadás szagának a második része. Az elsőt azt még decemberben tartottam, amikor ezt az üstököst már felfedezték, de még nem lehetett tudni, hogy mi lesz belőle, mert még csak egy kis, hát már a piszlicsári folton már túl volt, egy kis folt volt az égen. A lelkesedés az nagy volt, talán emlékszik rá, aki még itt volt, mert hogy 41 év után, hát nem találtak újra üstököst, hiszen évente legalább 50 új üstököst fedeznek föl, aminek egy részét nem veszik észre azoknak, akik kéne. De ezt a bizonyos fajta üstököst, ezt 41 éve nem láttunk. Ugye ki ez a szép nevű fiatalember, Lovejoy? Ő, Terry Lovejoy. Hát két dologban is szerencsésebb, mint mi. Egyrészt már három üstököst felfedezett, végtelenszer többet, mint mindannyian a terembe, és Ausztráliában él. Ez talán még nagyobb szerencse. Nagyon jó körülmények között. Itt látható egy elkapott képen, egy Star Partin, és itt látható mögötte az a távcső, meg az a, hát túlméretezett, de nyilvánvalóan a feladathoz szükséges tengelyrendszer, amivel ő üstökösöket keres, ő egy amolyan üstökös vadász, de a 21. század követelményének megfelelően már nem vizuális üstökös vadász, hanem digitális üstökös vadász. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy élő szövet a fénybázon, tehát ő maga ember, ő nem digitálisan megy, de a távcsövek, meg amit berendezések, amit használ, azok már fényképek. Az első két üstökösét azt DSLR képpel, tehát és teleobjektívvel fedezte föl 2007-ben, de utána sokáig nem volt eredményes, és utána fejlesztett egyet, mégpedig oly módon, hogy hát nem tudom, hogy egy távcső, de ez úgy tűnik, hogy ez valami előre gyártott, valami fókusz, megbuheráló berendezés, a végén pedig egy CCD kamera, és ez vagyon felszerelve a primér fókuszába egy 20 centis Celestronnak, egy C8-nak, és akkor így F per 3,3-as fókusszal
lehet észlelni, ezáltal egy CCD képen 4,5 négyzetfokos területet tud leképezni egyetlen egy felvételen, ez egész jó. Ugye egy négyzetfok az ugye a holdnak a négyszerese, tehát ez olyan 16-18-szoros telehold, tehát ez egész szép terület, rövid expozíciók a jó határfényességgel, ugye nyilván többet tud egy ilyen távcső, meg egy CCD, mint egy teleobjektív, meg egy DSLR gép. De ez volt az új fejlesztés, és hát engem is kiszoktak röhögni a barátaim, mikor nem létező kisbolygókat találok a felvételeken, mert olyan halványak, de azért ez sem volt semmi kiszúrni. Itt rá is miért csinálja, ez a kis valami, ez a kis zaj, ez az üstökös, kb. 200, egy hajnalon 200 darab ilyen 4,5 négyzetfokos felvétel párt, úgyhogy, tehát 600 felvétel készül, 1000 négyzetfokról, és ezeket nézi át másnap a Terry Lovejoy manuálisan, és hát ez annyira halvány kis folt volt, hogy elsőre, amikor november 27-i felvételein megtalálta, akkor reflexiónak gondolta, azért följegyezte, de alapvetően nem foglalkozott vele, és akkor átnézte az összes képet, és nem talált semmit, akkor tért vissza ezekre a jelöltekre, és akkor valójában csak két nappal később, mikor úgy ítélte, hogy talán ez mégsem reflexió, akkor tért vissza újra a területre, lefotózta hajnalba, és megtalálta az elég gyorsan mozgó objektumot, és ekkor tudatosult benne november 29-én, hogy egy új üstököst fedezett föl, és erről az üstökösről kiderült a mozgása alapján, hogy egy úgynevezett Kreutz-féle napsúroló üstökössel van dolgunk, amitől gyakorlatilag a világ összes üstökös észlelőjét, meg üstökös tudorát elfogta a harctéri idegesség. Miért is? Hát azért, mert az elmúlt 200 évben 7 darab nagy napsúroló üstököst, amit a földfelszínről is látható volt, igen, 7 figyeltek meg, és azok általában így néztek ki, mint kivétel nélkül. Ugye 1843-ban indult a nagy menetelés, ezzel a hát egyes források szerint 60 fokos, más források szerint 100 fok hosszúságú csóvát növesztő üstökössel, tulajdonképpen nem tök mindegy, már a 60 fok is valami borza, de ugye itt a tereptárgyakból lehet látni, hogy micsoda fantasztikus fénydurung nyújtózott az égen 1843 tavaszán. Majd 1880-ban jött egy ilyen kis testvér, esküszöm, hogy most vettem észre, hogy szerintem ez a Magellán felhő, és ábrázolva van ezen az ausztrál képen. Melbourne Obszervatóriumban a nagy közönség nézi a gyönyörű szép üstököst. Talán az esti égen szerintem ez a tejút. Ez az esti égen látszó üstökös volt. Igen, mert hogy szerintem ez is egy tavaszi volt, és a tavasziak azok az esti égen látszanak a nap közelségük után. Aztán 1882-ben egy 3-2,5 perces üstökös napfogyatkozás volt 1882 májusában, és amíg elfogyatkozott a nap, addig nem a Vénusz, hát itt a Vénusz is látszik, meg nem a Jupiter ragyogott a legfényesebben a kicsit sötétül égen, hanem egy rövid görbül csóvájú, szintén napsuroló üstökös ragyogott, de ez csak az előhírnöke volt a szeptemberben elkövetkező nagy újabb, szintén ebbe a Kreutz-féle családba tartozó napsuroló üstökösnek, majd 1887-ben következett egy újabb, tehát 7 év alatt 3, ezután viszont hosszú-hosszú szünet, míg nem 1963-ban feltűnt a Pereira üstökös, szintén gyönyörű szép csóva, majd a feledhetetlen Ikeyasaki 1965-ben, 2 évvel később, és 1970-ben pedig a White Ortiz Bolelli, szép nevű üstökös, ez itt a Vénusz. Szintén ebből az üstökös családból látod, hogy milyen hatalmas kométák. Érdekessége, hogy az Ortiz, White Ortiz, a második felfedező, az egy Air France gépnek a pilótája volt, aki az Indiai óceán felett repültek hajnalba, és mindig egy üstökös. És üstökös felfedező, ez a másik két üstökös,
azt hiszem a Wilson Hubbard nevű, szintén így a 60-as években, tehát 62-ben felett az üstökös, ott pedig a Wilson volt egy pilóta. Két olyan üstökös van, ha csillag ezt a történetben, amit repülőgép pilóták fedeztek fel a repülés közben. Ez az egyik, a Wart Ortiz Bolelli üstökös. Szóval ilyen hatalmas fénydurungok, és egyébként még nagyon sok érdekesség fűződik, például, mint ma megtudtam, 1949-ben is láttak egyetlen egy hajnalon egy csillagász egy ilyen hatalmas fény oszlopot fölemelkedni a horizontról, valószínűleg egy ismeretlen napsoló üstökösnek a csóvája volt, és még a 19.-20. Század fordulóján több olyan feljegyzés is van, hogy néhány órára igencsak tapasztalat és szavavihető csillagászok ilyen Vénusz fényesség vagy még fényesebb csillagokat láttak a nap közvetlen közelében. Ma úgy gondoljuk, hogy esetleg ezek is ilyen napsuruló üstökösök lehettek. Ez mind szép és jó, egyetlen egy nagy probléma van az egésszel számunkra, ahhoz pedig lépegetni fogok. Hova lépek? A böngészőmbe lépek, átugrom az ablakokat. Hát a nagy baj az ezekkel az üstökösökkel, ez itt a naprendszert mutatja, ugye itt kicsit eljövünk a bolygóknak a pályasíkját, szépen ahogy vagyunk, és hogyha kizúmolunk, már itt is látszik a sötét kék, az pedig az Lovejoy üstökösnek a pályája. Szóval az a nagy probléma, hogy ezek az üstökösök délfelől jönnek, olyan a pályahelyzetük, hogy délfelől közelítik meg a napot. Ha bezúmolunk, akkor láthatjuk, hogy szépen így, ugye ott megy a Lovejoy üstökös, szépen, ahogy jön decemberben, jön délről, megkerül éjszaka napot, és megy vissza délre. Ugye nem véletlen, hogy Melbourneből van a felvétel, meg Indiai óceán fölött fedezték föl. Sajnos, ez nagyon kedvezőtlen az északi félteke, hát lakói számára ez a helyzet, úgyhogy hát nagyon-nagyon kevéssé észlelhetők ezek az üstökösök. De azért, jaj, hol vagyok, van némi mencsvár, úgyhogy ebből következően, miután kiszámolták az üstökösnek a pályát, kiderült, hogy december 16-án fogja elérni a nap közelpontját, viszont ugye hagyományos koordináta rendszerbe kivetítve szépen mélyen a déli égről jön, megkerüli a napot észak felé, és már megy is vissza azonnal dél felé. Gyakorlatilag semmiféle esélyünk nem volt rá, hogy lássuk az üstököst. Egyedül itt ezen a szakaszon, 16-án reggel lett volna némi esély az üstökös észlelésre, amikor a nap közelségén néhány órával túljutva még a naptól északra látszott, és hogyha valami nagyon-nagyon-nagyon fényes lett volna, akkor a csóvája az elfben a mi horizontunktól fölfel állt volna, tehát mondjuk egy 20-30 fokos hosszúságot elért volna, akkor láthattuk volna a végét. A Meteorban leírtam, hogy sokan készültek hazánkban erre, sajnos úgy alakultak az események, hogy nem lehetett ekkor megfigyelni az üstököst. Ez ugye szomorú dolog, de valójában itt érdekes, szakmai szempontból, egy üstökös fizikai szempontból viszont rettentő érdekes dolgok történtek ebben az időszakban az üstökössel. Majd, hogy nem, teljesen váratlan és megmagyarázhatatlan dolgok. Hát legalább nem az történt, hogy az üstökös teljesen szétment, és azért nem láttuk. Gyakorlatilag ez a decemberi időszak az üstökös pályahelyzetét meg, és minden egyebet figyelembe véve, ugye a Földről nézve, gyakorlatilag pontosan itt van a Föld, így bele látunk az üstökösnek ilyenkor a pálya síkjába, tehát lapjáról nézünk rá, a lehető legkedvezőtlenebb időpontba jött számunkra. Ugyanis mindezek ellenére, hogy ilyen nagyon déli fekvési a pálya, hogyha például szeptemberben jön az üstökös, ahogy 1965-ben az IKEA Szeki szeptemberben jött, akkor ilyen kicsit ilyen olyan oldalra fekvésű pályát ír le, és ugye aki gyakran észle, azt tudja, hogy amíg az üstökös nagyjából a nappal egy deklináción van, egy szélességen, addig van esélye megfigyelésére, és ez így is történt, az IKEA Szeki üstököst, hát ha nem is a mi szélességünkről, de legalább mondjuk a mediterrán térségből már jól lehet látni még egy-két hét
tel a napközelség utánig, tehát azért van némi esély, de ehhez nagy szerencse kell. Ugye ugyanez párban nyilván szimmetrikusan, hogy átmegyünk a túloldalra, igaz mondjuk egy márciusi visszatérésre, ott talán még jobb a helyzet, tehát ha tavasszal jön egy ilyen üstökös, akkor is van esély megpillantani. Hát nekünk ez jutott természetesen a legrosszabb. 41 év után a lehető legrosszabb láthatóság, legalábbis az északi féltekenők számára. Szóval nem volt más dolgunk, mint hát nézni az interneten a képeket, és szurkolni, figyelni, hogy mi lesz. Szóval így indult az üstökösnek a története, egy nagyon pici, 13-14 magnitúdós, a szabad szemmel láthatónál 10.000-szer halványabb, és jelentéktelen egy-két ívperces folt volt, amikor november 27-én felfedezték, és ez nem sok jót ígért, mert ugye ez gyakorlatilag 3 hétre van a nap közelségtől. Most például az Ikea Sekit, azt majdnem 2 hónappal a nap, másfél hónappal a napközelség előtt fedezték fel, és ebben az időszakban, 3 héttel a napközelség előtt, hát már úgy pedzeget, vagy közelítette a szabadszemes láthatóságot az üstökös. Tehát az biztos volt, hogy ez egy nagyon kicsi fajta törpe napsúroló, vagy ott a határon van, és igazából ezek alapján, a napok alapján úgy sejtettük, hogy az üstökös nem is szép lesz, de nem is fogja túlélni a napközelségét. Tehát ez egy ilyen érdekes objektum lesz, és hát én is nagyjából ennek a fényében tartottam az előadást. De hát abban biztosak voltunk, hogy ilyen nagy napsúroló üstökös, amióta modern csillagászat van, amióta űrszondák figyelik a napot, azóta nem járt napközelben. Ugye miért napsúrolok, ezt még nem mondtam el. Azért, mert hát fajtától függően olyan 120-200-250 ezer kilométerre haladnak el a nap felszínétől, keresztül a napkoronán, hihetetlen forróságon keresztül, ugye mindössze egy hold távolságon belül mennek el a nap 6000 fokos felszíne felett, a több millió fokos napkoronán keresztül. Tehát azért ilyen látványosak ezek az üstökösök, mert iszonyatos ütemben a nap égeti le róluk az anyagot. Sziasztok! Plusz 500 forint büntetés. Iszonyatos tempóban párolog az anyag, és ezért lesznek nagyon látványosak, mert rendkívüli mennyiségű anyagot dobnak ki. De hát itt ezt a kis pacát látva, ezen a hosszú expozíciós felvételen, hát nem nagyon voltak reményeink. Ugye december 4-ét írunk. Az első reménysugár, hogy valami szép lesz, az olyan december 6-8-10-e körül kezdett el látszani, amikor az üstökös már nagyon közel volt a horizonthoz, tehát itt már körülbelül 30 fokos szögtávolságra van a naptól, ez azt jelenti, hogy egy 5-10 foknál magasabbra nem emelkedik a horizont fölött, de egy egyébként teljesen más változott csillagászti célokra Argentínába telepített, cseh csillagászok által telepített, 35 centi körüli robottávcső, nagyon szép fotósorozatot készítettek az üstökösről, ahogy gyakorlatilag talán ez december 6-a, 8-a, meg 10-e, ahogy drámai ütemben, ahogy közeledik a naphoz, ugye itt azt jelenti, hogy ebben az időszakban már a Vénusz távolságában van, tehát ott is nagy a forróság, egyszer csak a kis picike foltból elkezdett egy rendes, normális kinézetű üstökös lenni, üstökösé válni, hogy ez látszik, hogy csökken a csillagoknak a száma a képeken, hogy ugye egyre alacsonyabban látszik az üstökös, egyre nehezebb megfigyelni, mégis egyre inkább látványosabb. Itt már úgy lehetett bizakodni abba, hogy hát talán valami történik. Az biztos volt, hogy okosabbak leszünk ettől az üstököstől, ettől a pár héttől, mint az elmúlt 200 évben, amit megtudtunk a napsúrolókról. Ez egészen biztosnak látszott. És nagyjából hogy december 10-11-e költ, tehát hogy 5 nappal a napközelség előtt a földi megfigyelők el is vesztették az üstököst, annyira közel látszott már a naphoz a pirkadatban, hogy nem lehetett megfigyelni, és hát nem volt elég fényes, tehát ilyen 7-8 magnitúdós, ami az éjszakai égen könnyen látható, mondjuk egy ilyen fényességű csillag, de hát alacsonyan a horizonton 20-25 fokra a naptól nem látszik, de szerencsére ma már napkutató szondák egész serege, ha jól számoltam, 7 darab napkutató szonda figyeli a napot folyamatosan, és ezek közül többnek van olyan berendezése, amely a napkorongot kitakarva a nap körüli csillagos égboltot tudja figyelni, természetesen a napkoronát figyelik, de hát ott látszanak a csillagok is, és ilyen, ahogy a Földről már nem volt látható, az üstökös ráment ezeknek a
a napkutató szondáknak a felvételeire, és hát ezekből folyamatosan ezekben a napokban az internetre fölkerültek képek, gyártották az animációkat. Itt egy ilyen kis fényességbeesés is látható a csillagokkal, ugye ebből kiderül, hogy december 11-én, 5 nappal a napközelség előtt az üstökös, hát mennyi? 7 magnitúdó mondjuk. Látszik, hogy a csillagok fényessége azért jelentős. Szóval, olyan 7-8 magnitúdós. Az igazi napsurolók ilyenkor, 5 nappal a napközelség előtt, hát volt olyan, amelyik már a Jupiter fényességével vetekedett. Tehát olyan -2, -3 magnitúdós volt. Ez meg 7... 7-6? 7-6. 7-6-ot mond szakértőnk. Tehát halvány, ez ugye 10 000-szer halványabb, mint egy megtermett napsuroló. Ezek alapján továbbra is az volt a mondás, hogy az üstökös szépen fel fog fényesedni, de a magja az csak néhány száz méter átmérőjű lehet, a szilárd belső mag, ami ugye párolog, a kőből és jégből álló mag, és ez a naptól 120 000 kilométerre, ez elpárolog a napmeneti elhaladás során, nem marad meg, ezt mutatják a számítások. Itt van egy animáció. Továbbra is szállt az üstökös, és itt látható, hogy itt már jön a napszél, szépen jön a napszél, az üstökös az nyomja a gázpedált ugye szépen a nappal szembe. Úristen, mennyivel megy? A perihéliumban 400 km per szekundummal, az lehet? 200? 200 km per szekundummal megy ugye egy ilyen üstökös nap közelben, ugye nagyon gyorsan kell tekerni, hogy ne essen be a napba. Szóval innen már fúj a napszél, ez talán a Vénusznak a kifolyásait keresztbe, és hát fantasztikus, hogy a gyakorlatilag mozgó kép lobog a csóvája, na, tehát konkrétan lobog. Tessék, helynéz, fantasztikus. Így lobogtatja a napszélben, néha elhagyja, leszakadó, hogy a mágnapnak a napszél, hogy a mágneses tér viszi. Fantasztikus felvételeket tudnak csinálni üstökösökről. Ez egy másik irány, ugye ez egy sztereó napszonda, ez egy napszonda pár, tehát az is fantasztikus volt, hogy ugye nem csak a Föld közelében vannak ezek a napkutató szondák, hanem van egy szonda pár, ami 60 fokkal a Föld előtt és 60 fokkal a Föld mögött kering, tehát gyakorlatilag három szögelése, három irányból tudtuk figyelni az üstökös, egyik oldalról, másik oldalról, meg ugye tőlünk nézve. Ez talán még jobb kép, ahogy hát lábjobban látszik a napszél, és akkor szépen, hogy átmegy rajta. Tényleg lobog a csóva, hogy egy szépen megy a futó óra, tehát tényleg interneten keresztül a legjobb észlelni, nem kell fagyoskodni, meg megkeresni. Óra is megy, kép is van, éles is, tök jó. Lehet látni persze szépen, ugye, hogyha most nem a csóva lobogást nézik, hanem a fejet, hogy fényesedik az rendesen, ahogy közelítik, a végén már el is kezd kifolyni a CCD detektorból, tehát rendesen nőtt az anyagkibocsátás, de ezekben a napokban már a Merkur távolságára közelítette meg az üstökös, szépen izzott a feje. Ugye ez a sztereó szonda pár, ez néhány éve működik, kicsit mérsékeltebb eredményekkel, mint egyelőre, mint amit számítottunk rá. Úgyhogy nagyon vártuk azt, hogy rákerüljön egy másik szonda, a SOHO szonda, űrszonda felvételeire, mert hogy a 1996 óta keringő SOHO napkutató szonda, a 16 éve fönt van, pályafutása során több mint 2000 üstököst észlelt a nap közelébe. Ezek 90%-a ilyen krajctípusú napsuroló, csak ezek törpe napsurolók. Ezek egyáltalán nem látszanak a Földről. Néhányszor 10 méter átmérőjű kis szikladarabok. Ennek a szétes egy régen, kb. Hát valamikor olyan 300, időszámítás szerint 350 körül szétesett üstökösnek a maradványa, így a szétesett ilyen nagyobb darabra. Ezeket mutattam az elején, de nyilván a nagyobb darabok között rengeteg pici törmelék keletkezett, amelyek folyamatosan áramlanak a nap ezen a pályán, és évente 150-200-at meg tudnak figyelni, hogy ezek a kis sziklatömbök elégnek a nap mellette, hogy elhaladnak. Ugye rengeteg ilyet talált a szonda, és azért vártuk, hogy ugye nyilván így van összehasonlítási alap, ugye plusz még észlelt vagy 15 nem ilyen olyan üstököst, amit a Föld felszínről is látunk, tehát volt összehasonlítási alap, és ugye törvényszerű gondolat, hogy és egyébként látszik is az adatokból, most nem is tudom, lehet, hogy fogok még egy előadást tartani áprilisban, mert rendkívül sok érdekes megfigyelés van. Az utóbbi években ezeknek a törpe üstökösöknek a száma nőtt. Tehát lehet látni, hogy 96 óta, különösen 2001-től elkezdve nő a számuk, amik látszanak, ugye ugyanolyan berendezés, standard minden, tehát ez tényleg egy valós dolog. Ráadásul 2011-ben
az már tavaly volt, két nagyon fényes, tehát korábban az elmúlt 16 évben nem látott fényesség napsorról is föltűnt a Szóhónak a képeit. Azok sem látszottak a Földről, de relatíve nagyon fényesek voltak, tehát így nagyon látszott, hogy valami készülőben van, és tényleg készülőben volt, és ugye az ember gondolná, hogy nyilván a nagy töredék körül sok kicsi is van, hát olyan sok nem volt, mint gondoltuk, de talán már ki lehetett szúrni ezen a mozgó képen, hogy van itt egy cimbi is, nem megy egyedül a nagy lábcsa istökös, hanem egy kis töredék, és van a közelében, talán pont erről szakadt le, az is épp közelítette meg a napot együtt az istökösre, de ezekben a napokban több napsuroló is elérte egyébként a nap között, ilyen törpe, amit már csak a szondák képein fedeztek fel. És akkor 14-én, két nappal a napközelség előtt az istökös beért a Szóhónak a látómezejébe, hát itt is csak az ugye látszik több fokos csóva, ez több millió kilométert jelent, ugye nyilván van valami vetület, de hát a nap 1,4 millió kilométer ekkora, hát akkor ez a csóval ki lehet számolni, hogy milyen szép, hosszú porcsóvát nevezte, és szépen a fej is fényesedik, itt elkezd kifolydogálni a CCD-ből, ahogy megy föl, itt már nagyon nagy, itt már ilyen -2, -3 magnitúdós lehet nagyjából a más istökösök megfigyelés alapján, tehát elkezdett nagyon erősen fényesedni, sajnos ugye nyilván ezt a nap közelében mutatta. Ugye 15-én 16 óra, immáron 7-8 órára járunk a 16-án hajnali napközelségtől, bőven a Merkur pályáján jár az istökös, és természetesen fényesebb, mint bármely napsúroló, amit 96 óta megfigyeltek a képeken. Ugye a kitakarásba belemegy az idő után az istökös, de van egy belső koronagráf is, azt a két koronagráfnak a képét rakták össze gyakorlatilag olyan 2,5 órával a napközelség előtt. Látható, hogy a csóva mennyire megnőtt, hogy ugyanúgy a látómező szélén van. Ez nagyjából 28 fok a látómezőnek a sugara. Ez egy szép nagy üstökös, és ami mutatja, hogy azért van itt anyagkibocsátás, ez itt kérem az üstökösnek az ioncsóvája. Ugye tudjuk, hogy porcsóvát, meg ioncsóvát neveztenek az üstökösök. Az ioncsóvába a magban lévő gázoknak az alkotóeremei kerülnek, az mindig halványabb, ugye egyrészt mert csak a saját sugárzása világít, másrészt, hogy ez nagyon gyorsan távozik a nap közéből, illetve a poranyag szabadul ki, az mindig sokkal fényesebb, mert sűrűbb lesz, illetve ugye a nap fényét is visszaveri, szórja, tehát porcsó az mindig nagyon fényes, de az, hogy az ioncsóval látszik ezeken a Szóhó képeken, jó nyilván azért itt sok csillag van, 8-9 magnitúdó határfényesség, de ez csak tényleg csak a legfényesebb üstökösöknél lehetett megfigyelni, de hát rá látszott, hogy itt jön ki rendesen az anyag. Mindenki reménykedett, hogy na hát itt valami lesz. Ugye, hát itt egy pillanatra látszik. Nem tudom megmutatni. Kicsit lent van a látómező. Itt jön be az üstök, a nagy üstökös előtt, itt látszik egy pár kockára, itt megy az a kicsi, ugye itt a Földről nézve előtte látszik, ott az el is tűnik, ugye, ahogy kell a törpéknek, elpárolog, mielőtt elérni a nap közelpontját, és utána gyorsan jön be a nagy. Hát ami nagyon szomorúnak tűnt, ugye itt látszik a feje, ahogy kifolyik, és ahogy ideér, amikor eltűnik, megáll a kép egy pillanatra, itt látszik, hogy megszűnik, elkezd halványodni itt a csóva. Hopp, látszik, hogy leszakad. Teljesen azt az érzetet kelti, hogy bizony eltűnt, eloszlik a mag, tehát szétporla az üstökösnek a belső része, hogy megszűnik az anyagutánpótlás, és nyilván a csóva szépen leszakadva ugye eltűnik, és megsemmisül az üstökös, igen? Olvastam a listákon, hogy ezeket írtátok, de nekem úgy tűnik, hogy a Szóhó képein nem lineáris a nap melletti, tehát a képnek a skálázása nem lineáris. Ez lehetséges? Ez így van. És ahogy beleér a nap koronának a fényes részébe, úgy lehet, hogy az üstökös nem is halványodik el, csak úgy látszik, mintha elhalványodna. Igen, ez teljesen valami ilyen vinyettálási effektust látok egyébként, tehát így igaz, körülötte halványabbak, a halványabb csillagok is látszanak ezen a tartományon. A másik az, hogy gondolom, hogy ahogy így elmegy a nap mellett, ugye a perspektíva megváltozik, tehát a nap szélnek az iránya hirtelen, és azért a tüstökös magból kiáramló
gáz, meg por, anyag iránya az megváltozik, és azért a kiterjedés az hirtelen lecsökken. Egy darabig, ugyanakkor elmegy a nap mögött, akkor ez is ugyanez látszik. Igen, igen, ezt így végig gondolva, most már ezt mi is tudjuk, ugye, hogy jön egyenesen a nap felé, ugye nagyon megközítik a napot, és a napkörök nagyon hirtelen fordulnak. És akkor hirtelen az anyag áramlásnak az iránya is esetleg megváltozik, hogy a más fele szórja, hirtelen elkezd fordulni az üstökös, megváltozik a nappal ellentétes iránya, mert a napszél nyomja el a porcsát, és lehet, hogy csak látszólag szakad le az üstökös. Ez is lehetséges. Az biztos, hogy itt nem a vinyettálás van, mert ugye a képeken látszik, hogy bemegy a csóva mögé, és ideig az első képeken fényes, aztán elkezd halványodni. Tehát van egy, a napperem mellett ugyanazon, úgymond ugyanolyan tartományon belül van egy halványodás. Tehát az látszik, hogy itt a csóva az elkezdett eltűnni. Tehát ez nem a vinyettálás miatt. Az valószínűleg azért van, hogy itt az üstökös feje itt lent jobban kifolyik, és aztán itt kevésbé, de a csóvának az eltűnése, Az szerintem egyértelmű, és a később animációkon látszik, hogy itt visszafele jön. És a korona anyaga nem tudja takarni, valami ez is lehet, de majd látni fogjuk, hogy tényleg elhagyta az üstökös a csóváját. Ugye eltűnni látszik, de persze ezek későbbi képek, egy csomó érdekes felvétel látott napvilágot, szinte a napközelség időpontjában, ugye ez egy japán, a Hinode nevű szonda, ez a napnak a részlete, és látszik, hogy valami más expozíció, de itt egy ilyen kis néhány pixeles kis izé. Itt fénylik az üstökösnek a magja, már tök közel a naphoz. Ezeket akkor még nem láttuk, de nyilván itt látszik, hogy valami van. Tehát nem ment szét az üstökös, csak úgy tűnik, mintha szétment volna. Nézzük másik képet, hát ezek a teljesen megmagyarázhatatlan felvétele, ultraibolya képek, ez azt hiszem a Solar, ez SDO-nak a felvétele. Nem tudom, hogy mi, de hallom a füleimmel, ahogy a napkorony anyagába így megy be az üstökös, és valami egészen fantasztikus. Erre senki nem számít, hogy itt mi történik, miért valami játszik, hogy jön ki belőle az Afrik, de hogy aztán mit csinál, és miért oszlik itt teljesen szét. Szóval egészen elképesztő. Tehát több olyan napsúlyos üstökös foglalkozó csillagász írt blogot eközben, tehát ugye szavakat írtak, de lehetett hallani, hogy leesik az álluk, miközben írják a blogot. Tehát annyira döbbenetes volt, és látszik a képeken, hogy szépen valami bemegy a nap mögé. Ugye az egészben az, ugye ez elmegy a nap fölött, de a földről nézve, ahol a szondák többsége van, pont olyan, ez is csak decemberben fordul elő, pont olyan helyzetben volt, hogy amíg a nap közelség ideje volt, addig bement néhány órára a nap mögé. És a napnak az átellenes oldalán ért el a nap közelpontját, tehát néhány órára nem láttuk az üstököst, és pont abban az időszakban nem, amikor a naphoz legközelebb volt. De azt látjuk, ahogy itt a nap pereme, a nap korona mögé szépen bezúz az üstökös. Nagy kérdés volt, vajon kijön-e a túloldalt? Hát kijött a kis ebihalunk, itt már szinte spirális alakba csavarja, tehát látszott, hogy a túloldalt meg valami kijön, túloldalnak valami ott van, de hogy ez micsoda, itt a magból, mi is az ultraibolyába, és miért tekeredik így? Nyilván a bolygóközi mágneses tér, mint minden naprendszerből ismeretlen jelenség hátterében az áll, első közelítésben, de hirtelen, és aztán a legjobb, ugye az egyik irányba lévő sztereó szonda, ugye még 60 fokról néz, az nem a nap mögött látta, hanem szépen meg tudta figyelni, hogy érintő irányba, ugye elmegy az üstökös ugye a nap közel pontjára, ugye oldalról nézve a nap mellett. Megmagyarázhatatlan, hogy mi itt ez a kis valami, ami megkerüli a napot. Fantasztikus felvételek, de mai napig nem tudják szerintem, hogy miről van szó. Hát itt is látható ez a próba nevű, sok nem tudom, ott bemegy, éjszaka, és ott pedig kijön a kis árnyék, ugye valami történt, elment. Ugye a 16. évben nem látunk semmit, mindenki rendkívül izgatott volt, hogy mi történik, és persze leállt a Sohóról az adatáramlás, hogy nem tudják folyamatosan venni az adatait, hanem néha vannak ilyen 4-6 órás szünetek, persze pont a napközelség után volt, úgyhogy volt már, hogy reggel 9, mire megjöttek a hajnali 2 órás képek, és hoppá, na hát, a túloldalon kijön egy fényes csillag.
a nap mögül, miközben a csóvája meg itt van. Hát elhagyta a szentem, akkorát kanyarodott, vagy úgy nyomta a gázt, nem tudjuk mind a mai napig, hogy mi történt. Az üstökös egyszerűen elhagyta a porcsóváját a nap túloldalán, miközben ő ugye szépen jön ki utána órákba, és lehet látni, elkezdi újra növeszteni. Tehát, mint egy kis gyíkocska, vagy főnix madár, a hanvaiból feltámad az üstökös, szépen, ugye iszonyatosan fényesedik a mag is, ugye nyilván itt ez a vinyettálási effektus közrejátszik, de egyébként maga a fényesedés az sokkal erősebb, mint amennyi a vinyettálásból adódna. Tehát új életre kell, újra elkezd belőle ömleni ki az anyag, és sokkal fényesebbé válik, mint amikor bement, és közben megmondom, itt a túloldal szépen lóg az üstökösnek a leszakadt csóvája. Igen, ez egy figyelmeztetés. QuickTime-ot nem tud lejátszani. Jaj. De miért? Ha. Na de hol van a... Aha. Ott megy. Nem. Nem a csóvát figyelje. Ja, csak itt tudom indítani, hogy a átméretezés miatt nem látszik. Bejön az üstökös, ugye megkerülje a napot, és kezdve meg a por, lemegy, a porcsavaj, ez meg így tovább megy a lendülettől. Tehát így megkerült a napot, így kiszórt egy ilyen hatalmas porleplet, ami szépen a földről nézve, ugye itt látszik legjobban, hogy ez egy nagyon ábra, ugye üstökös csóvával, csóva üstökös nélkül, üstökös csóva nélkül. Ugye itt éppen bent van a nap mögött, és itt két oldalra, pedig szépen, hogy megkerült egy, hát most a megkerülhet, és akkor valahogy a másik irányba szét ellőtte, és aztán szépen megjelent a túloldalt maga az üstökös mag. Soha nem láttunk ilyet. Még hogy egy üstökös így elhagyta volna a család. Itt lehet, hogy jön ki már úgy csaj, még itt mindig látszik, ugye a földről nézve ez pont a nap túloldalán volt, mivel megkerülte, és azért maradt ilyen szépen egybe, ilyen sokáig nézve, mert ugye a nap az pont látó irányba ellentétesen be a fal mögé tolta el a naptól messze a porcsóvát, és ezért látszólag ugye nagyon sokáig egyben maradt, és itt pedig szépen porcsóva, ioncsóva újra gellerezve, és az üstökös sokkal ugye, hatalmas, nagyon erős kifolyások, a -3, -4 magnitúdósan jön ki a nap mögül. Ugye azért furcsa ez, mert három napsurolónál is, az 1843-asnál, a 82-esnél és az 1960-es Ikea Szekinél is folyamatosan, tehát a nappali égen látszottak ezek az üstökösök. Kiventél, kék volt az ég, új adal kitakartad a napot, na hát egy üstökös. És ilyen 2-3 fokos kondensz csíkként látszott, hogy megkörülik a napot, és nem hagyták el, tehát folyamatosan látszott a csóva. Tehát, hogyha nem is láttunk ilyet a korábbi napsugarolóknál is, úgyhogy ez egy egyedi jelenségnek tűnik. Viszont érdekes módon így értelmezhetővé válik egy-két 19-20. századi megfigyelés, ugyanis három olyan feljegyzésünk is, majd nagyon tapasztalt, szavahihető, sok üstököst felfedező, meg sok egyéb csillagászati felfedezést tévő észlelők beszámoltak arról, hogy néhány órán keresztül szabad szemmel ilyen Vénusz, vagy Vénusznál is fényesebb, csillagszerű égitestek látszottak a nap közelében, a nappali kék égen. Ennek fényében elképzelhető, hogy ugyanilyen napsuroló üstökösök voltak, amelyek tök csillagszerűnek látszanak néhány órával a nap közelség után. Csak aztán később ezeket, mivel délfele távoztak, már nem figyelték meg a zömében északi obszervatóriumok. Tehát teljes elképedés és nagy lelkesedés, mindenki elkezdte várni, ugye, hogy milyennek fog látni ez az üstökös. És 17-én ismét a csehek már le is fotózták, hát látható, hogy nincs csillag, gyakorlatilag ez egy flat kép, de hát mégis nyilván a -3, -4 magnitúdós üstökös, mint a Vénusz az iszonyatosan fénylik néhány fokra a naptól, sikerült lefotózni, sőt egy francia, amatőr csak ez számomra teljesen elképesztő módon, Franciaországból a nappali égen infravörös szűrővel
meg hát szaktudással, csóba is van minden, nem is kell éjszaka az üstökes észlelés, kimondta, hogy kell. Üstökes észlelés, ez simán így lefotózta. Néhányan látták távcsővel is az üstökös nappal, természetesen csak a fejét, de inkább csak a déli féltekéről, mert hogy sajnos 16, ez a 17-én nappal pont borult volt Magyarországon, tehát esélyünk sem volt a megfigyelésre. Igen, és sajnos 18-ára pedig az üstökös, azért a feje elhalványult olyan fényességre, hogy már hiába próbálkoztak, ismét többen nem sikerült. Ugye megint visszatérünk a sztereónak a képeire, ugye emlékszünk ezekre a pirosakra, hogy amikor bement, milyen kis fikarcnyi volt, most meg kifele milyen nagy, tehát sokkal erősebben párolog, sokkal fényesebb az üstökös most kifelé jövet, mint amilyen befele menet volt, úgyhogy hát ezek alapján nagyon nagy reményeket fűztünk. 18-án még jobban látszik, ugye föltűnik a magnak az árnyéka, ez persze csak egy látszólagos jelenség, ugye fénylik az üstökös magja körüli legfényesebb tartomány, hogy jön ki az anyag, szépen lemegy az üstökös, és olyan, mintha lenne egy ilyen sötét csík hátul. Ez valószínűleg a iszonyú sebességgel leáramló por miatt van, ami nem megy be az üstökös mögé, de tényleg a legfényesebb üstököseknél látszik ilyen árnyék jelenség, ami még ezen a 19-ei képen is látható. Ezek itt a horizonton lévő hegyeknek a sziluettjei, a felvétel, tehát látszik, hogy milyen körülmények között kell, ugye miközben a kép az maga, mint egy 10x20 évperces, tehát így hihetetlen bravúr felvételek, és viszont 19-én már, aki látja az üstököst. Ott van. Igen. 2-3 nappal például utána a déli féltekéről már itt az egészen erős alkonypírba elkezdték teleobjektívekkel, DSLR gépekkel az üstökös csóvája föltűnni, sőt Tasmániából, ilyen a déli féltek, itt a kis szellem, a teljesen szinte a nap egy fokkal van a horizont alatt, de az üstököst mégis lehet rögzíteni. De ezek ilyen 1-2 másodperces expozíciós idejű felvételek. 19. ugye napról napra megyünk, 20. itt van a nagy szellem a felhők között a Kéking Alog. Itt lehetett először, kezdték látni szabad szemmel is az üstököst, ugye korábban csak a digitális technika engedte rögzíteni, és mondjuk ha ennyi egy üstökös, ezután elhalványodik vagy szétporlad, és mondjuk 1920-at írunk, tényleg érthető, hogy sok olyan napsoroló üstökös lehetett, amit nem vettek észre, mert ezt csak azért tudjuk, hogy itt van, mert ugye megtalálták távcsővel még korábban, illetve van digitális technika, ami 10 évvel ezelőtt se volt még, nemhogy 100 évvel ezelőtt, tehát rengeteg ilyen napsoló üstökös eltűnhetett. De hát ez nem tűnt el, hát is látható a kis szellem, sőt, igen, ez São Paulo, Brazília, itt a daruból áll ki az üstökös, tehát még csak nem is kellett elmenni valami fényszennyezéstől mentes helyre, igen, csörlőzik fölfele az üstököst a horizont fölé, tehát látszott, hogy déliek jól jártak, mi megint megszívtuk. Ezt lehet mondani, és aztán ugye 21-én jött ki igazán a nap mögül, ekkor készültek az első csuda felvételek, és hát nagyon érdekes szerkezetet mutat az üstökös. Vegyük észre, hogy dupla csóvája van, ilyen kettő. Ez persze már látszott a sztereónak a képen, hogy itt két viszonylag közeli csóvát húz maga mögött, tehát nagyon érdekes ez a dolog, hogy miért van. És van 21-én. Hát szép. Kár, hogy lemaradtunk róla. Ugye miért néz ki így az üstökös? Ez nem az. Ez 2007-ből a Mekno üstökös, amelyiknek ilyen nagy 50 fokos legyezett. Igen, ezt is láttad, jó van, ezt is láttad. Nagy 50 fok széles legyezőt növesztett. Ugye miért van az,
Mert van az, hogy itt ugye, úgy tanuljuk, hogy az ioncsóva, ugye az egyenes, a porcsóva pedig szépen oldalra elgörbül az üstökösöknél, és akkor ilyen meknó, meg ugye a hélbopra is emlékszünk, az a kék egyenesre, és szépen oldalra megy a lepedő. Miért van az, hogy itt nem lesz ilyen lepedő a porcsóvából, és majdnem ugyanott van, mint az ioncsóva? Ez megint a speciális pályahelyzetnek köszönhető, ugye annak, hogy ez itt a meknónak a helyzete, ugye ez is jelentős, a Merkuron belül került, de ahogy elhaladt itt szépen a nap mellett, ugye a naptól ellentétes irányba, a napszéllel elrepül az ioncsóva, az ellentétes irányba néz, viszont a porszemek azok lemaradnak az üstökös pályája mentén. Ráadásul a meknó pont a nap északi féltekéje fölött haladt el, magyarán a por lemaradás és az ioncsóva és a naptól ellentétes irány ilyen 80-90 fokos szöget zár be. Ezért nyílik szét szépen a porcsó, hogy így szétteríti, ugye így a poranyagát így szépen a pálya mentén szétteríti az üstökös, az ioncsóva pedig néz erre, és ezért lesz ilyen nagy lepel. A napsoroló üstökösök viszont annyira megközelítik a napot, ugye, hogy nagyon-nagyon zárt ez az ellipszis, amin mennek, ugye jönnek föl nyíl egyenesen, hirtelen tesznek egy fordulót, és már mennek is el, és ezen a szakaszon gyakorlatilag az útjuk egy a fordulót néhány órát, vagy két napot kivéve a naptól ellentétes irányba mutat. És ugye a naptól ellentétes irányba megy az ioncsóva, és a poranyag is a pálya mentén szóródik szét. Tehát nem lesz egy ilyen legyező belőle, hanem egy ilyen csőbe a pálya mentén, nagyon közel az ioncsóva helyéhez növesztik a porcsóvát. Ezért ezek az üstökösök, a napsoroló üstökösöknél mindig csak egy ilyen vékony csóva volt, ugye ráadásul, mivel tulajdonképpen nem egy ilyen legyezőbe terül szét a poranyag, hanem egy ilyen szinte csőbe megy végig, ezért sokkal sűrűbb is marad, és még a relatíve kevesebb poranyag is ugye egybe marad, ezért fényesek lesznek, nagyon fényes porcsóvát növesztenek, még a pici, a kisméretű napsoroló üstökösek is. Tehát ez az oka ennek a speciális, csak erre a családra, a napot nagyon megközelítő üstökösökre ugye jellemző megjelenésre. És hát még egy érdekesség, egy ilyen közelfelvétel, amin nehéz értelmezni, tehát ez, itt van egy porcsóva, meg van egy ioncsóva, meg itt van még valami oldalsó lepel, szóval azért ez egy viszonylag komplikált csóva vagy anyagrendszer, és ez is nagyon érdekes, hogy ez is a napsoroló üstökösöknél lehet látni, az 1882-es nagy napsorolóról készült rajz, ugye nagyon-nagyon furcsa egy első ránézésre, ugye ez maga az üstökös, itt van a több darabra szakadó, ugye a napsoroló üstökösök osztódással szaporodnak, majd olyan 2600-as évek körül tér vissza ez a négy üstökös, nyilván egy-egy újabb napsorolót hozva, itt van rendes üstökös, és ez azt hiszem Barnardnak a rajza, közben meg látszik itt egy ilyen valami furcsa fény, sáv vagy fényudvar, ami valami szintén valami anyag kidobódásnak valamiféleképpen az eredménye, aztán későbbi rajzokon is látszik a rendes üstökös, és mögötte egy ilyen áll üstökösként, szintén egy ilyen parabola alakú fénylés. Szóval ez a furcsa, ilyen réteges, nehezen értelmezhető összetett szerkezet szintén ezeknél a napsoroló üstökösöknél jelenik meg. Aztán, ami nagyon fontos, hogy szintén a Csetávcső december 19-én jól definiált magja van az üstökösnek, két nappal később ez teljesen eltűnt, és egy hosszú, fényes sáv marad. Abszolút egyértelműen az üstökös magja darabokra hullott, szétesett, körülbelül olyan négy nappal élte túl a napközelséget, de ez már elegendő volt ahhoz, hogy azért ne veszítsük el, az anyag az nem szóródott szét teljesen, de látod, hogy az üstökös pikpak a nap sugárzás meg az árapályok hatására felmondott, de ez az anyag még néhány hétig egybe maradt, és hát nagyon szép, ugye csodás üstököst varázsolt a déli féltekére, ez már a bevezetőben is mutatott kép, Nagy Magellán felhőkkel megspékelve. Persze, hogy az üstökös ugye a helyzete pont olyan decemberben, még a déli tejút előtt látszik, csak hogy még rondább legyen a látvány. December 22-én hajnali 4-kor csörgött az óra. 22 volt? Nem 22 volt? 23-án. 23-án volt? Nem, most meséljem. Na, mit láttál?
Hát gyűlöltem ezt a hülye üstököst, mert ugye Szidnyiben voltam decemberben, semmi volt, és hát tulajdonképpen ugye az volt, hogy a borult volt az ég. Tehát decemberben, Szidnyiben, hát néha esik az eső, néha süt a nap, na most ott végig borult volt. 500 kilométeren belül nem volt derülték 3 héten keresztül, és akkor hát jó van, hát van ez a hülye üstökös, hát csak kért ilyen nézni. Végül is egyik nap volt az, hogy tényleg, és két egymás követő nap volt az, hogy derült volt. 23-a hajnalban, amikor igen, csörgött 4-kor az óra, ott akkor 4:30-kor kezd el világosodni az ég. Hát Sydneyben voltam, Észak-Sydneyben városi fényszennyezés, szabadszínes határfényesség, ha nincs hold mondjuk a 4:30-5, tejút enyhén látszik, tehát ilyen, mit tudom én, Pest külsőnek a Egea volt. Felhők között kinéztem, nagyon nehezen ébredtem föl, mindegy, szóval majdnem visszafeküdtem tulajdonképpen. És akkor kimentem, kerestem egy sötét utcát, ahhoz el kellett menni egy pár percet, és a szürkület megkezdés előtt 10 perccel egy nyíl egyenes fénycsóva az égen ott fölött. Ami látszott, a tejút is látszott, a Centaurus Crux tejút látszott, halványan, és attól fényesebb volt. Ez a kép nagyon szépen egyébként visszaadja a fényességű színokat. Ugye az alfa beta Centauri. Az alfa beta Centauri fölött, igen, ott a Étakarinyé is látszik, az a kis rózsaszín fortocska, ott az igen. És akkor lényeg az, hogy egy nyíl egyenes. Hát tényleg ilyen, mit tudom én. Na most, ha a kutyasétáltató ausztrál lennék, nem vettem volna észre. Ezért tudnom kellett, hogy ott van, de közvetlen látással látszott egy ilyen pár percig, és akkor tényleg mi egyenes kinyújtott ki ezt alasról, egy araszni. A hátra mögött épp ment le a Orion, a alfa, béta, ori között 20 fok van éppen, ahogy a betelgődés a Rigel között, pont akkora. Két nappal, egy nappal később, és éppen emlékszik, hogy egy vagy két nap telt el. Még egyszer megnéztem, akkor jobb volt az ég, mert ekkor, amikor először láttam, akkor esett az eső, még azok egy borult a végére. Akkor korábban is keltem 10 percet, ugye 20 percen keresztül láttam. Szerintem jobban látszott, és tényleg akkor már a csóvának a szétágazása is látszott szabad. Ennyien hajlik, meg hogy ott, mintha hogy ketté ágaznak. Most még egyszer ezt, 20 fokos csóva, városi égről, szabad szemmel, közvetlen látása, szabad szemes határfényessége 4:30. Ilyen volt a fényessége. Tényleg, és ennek engemet a Hill, nem a Hill, a Hiakutakének a csóvájára emlékezett leginkább, a 96-ban láttam. Ilyen salomázzal. Úgyhogy hát 5 éve előtte, ugye, volt 4 éve előtte volt a Mekno, a 50 fokos csóvával, 20 fokos csóvával, és 70 fok csóvát láttam. Most meg 6 hétre leutaztál, és 41 év után jött a napsugarat. Igen, de ez teljesen értem. Túl a fületbe ennyi az előadói kommentáról a beszámolóhoz. Ez szép volt. Még mondja is. Jöjjön rád a szürke ájok. 23-a, hát tulajdonképpen itt csak szép. Még a hold is még rondította a hajnali eget. Ez egyik legszebb Siding Spring. Ez a címlap. Nem, azt mondták foto. Egyébként a Facebook, hát egy Facebook generáció vagyunk, még nem is tudjuk. A Facebookon azt írt a Angol-Ausztrál Teleszkóp tárcsa operátor hölgye, Christine Figer, hogy hát igen, kimentünk a körerkére, iszonyú nagy üstökös látszik. Tehát ez ilyen. Na, hát a kopolák életi ez lehet. Szóval ez itt szép. Melyik? Az egyik nem a Lovejoy üstökös. Azért vágtam be, hogy mennyire döbbenetesen hasonlóak ezek az égi testek. Ez az Ikea Seki 1965-ből. Ugyanaz a kicsike fej, nagyon kicsi a csóva, a végén egy kicsit meggörbül, de ugyanaz a két üstökös. Egyébként mindközül a Lovejoy az egyik legkisebb volt, amit láttak szabad szemmel abszolút fényességben, ez a 7, így most már 8 nagy közül, csak
ennek az alaknak még olyan mázlia is volt, hogy ez a decemberi visszatérés, ez a lehető legközelebb hozza a Földhöz az üstököst, tehát ez a legkisebb földtávolságban megfigyelt napsuroló Lovejoy 0,5 csillagászt értségre megközelítette a Földet, míg például az Ikaseki az ebben az állapotában már 1,2-re volt. Tehát még ez is, ami nekünk egy pech, mert teljesen nem látszik december az üstökös, az még egy mázlia déli féltékének, mert ilyenkor jönnek legközelebb a Földhöz ezek az üstökösök. Ugye, ha beforgatom oldalra ezt, akkor ugye így van az üstökösnek a pályasíkja, és ugye a Föld az meg ugye itt van oldalt, és akkor itt itt elér egy minimális távolságot. Nyilvánvalóan, hogyha itt vagyunk a túloldal, tehát mondjuk nyár van, akkor itt tök messze van tőlünk. Meg innen oldalról is, ugye ez a gyakorlatilag egy csillagászti egységre távolság van. Tehát ilyen számodva ez a decemberi visszatérés még kedvező volt, és egyébként nagynak tűnteni fel az üstökös, de valójában ez egyik legkisebb napsúroló volt abszolút értelme, amit meg tudtak figyelni. De döbbenetes a hasonlóság a két vándor között. És hát aztán ugye készültek a képek, és elkezdett. Ez 25-e, itt már látszik, ugye a beszámolók is azt mondja, hogy itt a tejutat érdemes nézni, és az üstökösnek a fényét, és érdemes megnézni ezen, hogy gyakorlatilag elég rendesen azért elkezdett halni, tehát látszik, hogy szétment a magja, megszűnt az anyagutánpótlás, ugye itt már csak a tejút fényével vetekszik. Igen, nem csak a tejút mellett látszott, hanem még, hogy még tovább tré legyen a látvány, el is ment a tejút előtt az üstökös. Nem kicsi állatövi fény is megfigyelhető Ausztráliából. Jaj, nagyon jó. 26-a, Velló Tavúr szépen völgy a tejútba. Ugye halványodik. Jól érezhetően itt már egészen rákkel, egészen halvány kis sejtelem a iszonyatosan fényesült véletezve a 28-a, és szilveszter 31-ére bizony jelentősen megmihájlott az üstökös. Nagyon-nagyon halvány képet nyújt itt. Nyilván csak úgy sejthető, ugye, hogy innen ide és tovább az ott a Magellán felhő felé vezet, mert hát persze az is megtörtént. Ugye a 31-ére, gyakorlatilag két héttel a napközelség után, szabad szemmel itt már csak egy egészen, szóval nem tehát még látszott, de ilyen Siding Springi égről is csak 10-15 fokos kis fénypászma volt, és nem is a fejnél, hanem már a fej mögött volt a legfényesebb része. És aztán január 6-ára pedig már egészen hosszú expozíciót kellett készíteni, hogy itt halványan felderengjen. Az egyébként közben 35 fokos hosszúságúra hízó üstökös, szabad szemmel már nem látszott ennyi, csak ugye egyrészt a Földhöz is közeledett, a rálátásunk is változott meg, az anyag is azért terült szét a pályamenten, és szépen megnőtt az át a hossza, miközben lecsökkent a felületi fényessége. Ez egy 50 centis távcsővel készült, a mag körüli tartalma, nagyon érdekes, hogy így szétkenő. Ugye minél nagyobb részecskék vannak, annál kevésbé hat rájuk a napnak a sugárnyomása, és megmaradnak egy ilyen, itt a legfényesebb, hiszen szépen a kisebb részecskék tolódnak hátra, és a szétporladó mag egy ilyen fényes csíkot fog húzni az üstökösnek a közepébe. Hát ez egy ilyen sorozat felvétel egyre hosszabb expozíciókkal. Ez már január 3, és igazából január 18-án is, hogyha jó sok képet összeadtak, ez szerintem olyan 10-20 perces felvétel lehet, tehát szépen azért látszik, hogy ott marad a por, de oszlik szét. És hát január 12-én ugye volt közben egy telehold, az üstökös cirkumpolaritás ugye délről felé haladt, és természetesen a csóvája még a Nagy Magellán felhő előtt is elhaladt, mint egy 2-3 nap hosszan, persze hát ekkor már csak digitális képeken látszott, hogy január 12-13, ez is teljesen ócska képek. Ez 14-e, Kis Magellán felhő is, igen, na itt látszik az a kanópusz. És hát itt ilyen hazugságok, hogy ilyen 53 fok, hát ki hiszi azt el, ezt a 37-et talán elhiszem, de igazából csak a kanópuszig látszik. Ezen talán jobban, na, itt van egy ilyen kis bűvészkedés, persze mindent bevetettek
nem tudom itt a szakszavakat, hogy azért milyen élesítések, biztos ezt Iván tudja Photoshopba végig. Szerintem az összes gombot végignyomták Photoshopba. Mindent ráengedtek, hogy látszom, de ügyes, ügyes munka. Tehát tényleg, tényleg a 1,1-es. Ilyen nagy magyarán felültél estülelve az. Ez meg ez? Igen. Ja, valami. Nyilván egy ilyen, nyilván 1800-as években ilyenkor már nincs is tökös. Ugye szabad szemezve nem látszik, digitális, mindenféle fotózásáról. Tehát azért ezek a ismeretek, képek, ezek nem léteztek volna. Akár csak 10 vagy 15 évvel ezelőtt. Január 25-e. Még mindig látszik valami, tartja magát. LMC-t már hátrahagyta. Sirius. Ugye jön föl hozzánk valójában. Tehát ha kibírt volna mondjuk másfél hónapot, akkor látható, ne tessék röhögni, az 1882-es üstökös még 9 hónapig látszott. És még 3 hónapig szabad, 2 hónapig szabad szemes volt a perélium után. Tehát ha olyan nagy jönne, még tök jót látnánk egyébként. Ugye szépen lement délre, elment a pól, mert főtt éjszakra, és most már, mit tudom, ott a monocérosz, meg ilyen is mikkel jár, tehát elfben tudnánk észlelni. Január 25, és a mindmáig legutolsó, kitalálja meg az üstököst. Ezen látszik egy üstökös. Középpontban arra tűnik. Nem, ilyen nyíl. Ne, nincs egy nyíl. Igen, ez itt az üstökös. Ez Kínából készült, északi félteke bizonyíthatóan, a Xinming Observatóriumból. Jó, hát elismerem, elismerem. Ó, üstökös. Nyilás a film, igen. Igen. Tehát egyébként itt kéne lenni a fejnek, a predikció szerint. Ez a porcsóva helyzete, és itt ez a 29,5 magnitúdó per négyzetív másodperc fényességi rendkívüli jelenség az üstökösnek a maradványa. Hát szép munka. Kínai elvtársak oda tették magukat. Hát tulajdonképpen ez a gyönyörű kép lesz az utolsó. Hát itt így ér véget a dicsőség, de hogy még ne érjen véget, ne tessék teljesen elkenődni, ugyanis mutatok egy, hát egy remek, ugye betűk, képletek is vannak benne. Kérem szépen, ez Zdenyek Szekanyina, én évekig megvoltam róla győződve, hogy ez egy nő, de hát persze férfi, csak ez a Szekanyina, ez a na végződés, ez annyira csajos. És a Paul Csodász, nem is ez az. Csodás Paul. Ez az. 2007-ben, 2007-es publikáció, nem lesz teljesen... 2007-ben leírták, a korábbi napsoroló üstökösök vizsgálata során utolsó mondatban, hogy egy újabb csoport a fényes napsorolóknak az érkezése várható a következő évtizedekbe, az első családtag valószínűleg, vagy lehetségesen néhány év múlva. Ezt írták le 2007-ben, ügyes, értik a szakmát a fiúk. Gyakorlatilag előrejelezték a korábbi abszolkusokban, hogy még itt kell jönni törmelékeknek, jött is, illetve ebből az is kiolvasható, ezek után már bízhatunk a fiúkban, én nagyon bízok, hogy több fényes, tehát ez csak az első darab volt, és a következő években, évtizedekben talán egyszer jó időben is jön egy ilyen üstökös, talán egy nagyobb, vagy most már talán nagyobb bátorságunk lesz venni egy dél-afrikai repülőjegyet, csak úgy a habokra, vagy egy egyiptomit, és lemenni valami déli obszervatóriumba. Úgyhogy nem kell elkeseredni, ahogy az elmúlt évszázadokban mindig érkeztek ilyen napsurolók, bár kikimaradoztak hosszú évtizedek, jó esélyünk van rá, hogy még nem veszett el a remény, és mi is megfigyelhetünk többen, nem csak egyen, egy ilyen szép üstököst. Köszönöm szépen a figyelmet! Kérdése van valakinek? Igen. Azt tudjuk, hogy miért délfelől szeretnek jönni? Mert ilyen a pályahelyzet. Ez egy üstökösnek, az üstökös család, ez egy régi... A nagyobbnak a részei? Igen, hát itt feltételezik, hogy az 1106-os az már egy darab volt,
De itt 423, vagy 400, tehát a 400-as évek környékén is vannak régi fejezésekben nagyon fényes ütökös, amikor azt mondják a számítások, ott meg talán még egyel, tehát kb. 1700 évvel ezelőtt érkezhetett az ős egybe nagy, akár 100 km átmérő üstökös mag, amelyik megközelítette a napot, darabra elszakadt, és ez azóta is folytatódik, ilyen fragmentáció, tehát ilyen gráfszerűen bomlik szét, és ennek a visszatérő maradványait látjuk szépen sorban. Végül is nagyjából egyforma sansz lett volna és arra, hogy éjszakról jöjjön, csak nem így történt. Igen, ez teljesen egyszerű. Ez is nyilván emiatt, mivel ez egy adott üstökös maradvány, mindegyik ugyanazon a pályán jön, és ez sajnos így érzett. Egyébként vannak olyan modellszámítások, hogy a Hale-Bopp néhány, hát sok tízezer év múlva, jó pár keringés múlva módosult úgy a pályája, hogy idővel ilyen napsoroló üstökös, tehát lecsökken ilyen néhány százezer kilométer a perihélium távolsága, és akkor majd belőle is az lesz, annak majd jobb lesz a pálya helyzete, csak hát addigra már százezer évesek leszünk, és az már rosszul lát az ember. Százezer évesen. Na, addigra már tudják majd műteni a zöld pályából is. Az biztos. Egy csötlik a szemet a bomba, az köszönöm. Túlfűtöttem. Hát már tapsol. Nekem. Én egy órát gürizek, ez meg csak egy szavába kerül. A Facebook generációnak üzenem, hogy a dolgozunk azon, hogy a valóságot végre hozzáigazítsuk a Facebookhoz. A 22 bejelentkező ember közül a 3/4 nincs itt. 16 pedig talán van itt. Nem tudom, hogy azok a talánok hol vannak. Talán. De talánnak még a felese, mindegy. Jövő kedden folytatjuk az előadás sorozatot. Mikor szökik a szökőnap címmel? Nem 28-án fog szökni. Ez egy nagyon bonyolult, tudományos kérdés, sokakat érdekel. Szabadi Péter lesz a napszöktetője. Most lehet tapsolni. Csak. Thank you.